nagyon brutális. Mi ez a kastély? Ezt nem viszem el. Visszaépül a kastély! S azok nem tudok bemenni, mert visszaépül. Mókus! Oh, de gyorsak vagytok! de aranyosak jó, ezeket nem merem meg, hogy biztosan lehet jó Szeretnél VIP lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért. Azt látod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon. Egy moderátor! Csatlakozz most! Na hát, hellóztok, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én is fők, és elkezdtünk egy újabb nagyszerű videóz, amelyben ma nem más funkcionál, mint visszamegyünk a dimenzióba, ahol az előző videóban jártunk. Ha még nem láttad volna az előző videót, akkor azt ajánlom, hogy csekkold le, úgyis nagyon izgalmas volt. Aki pedig látta a tegnapi videót, annak pedig azt hiszem, hogy maradjon itt, ugyanis fel fogjuk jobban fedezni ezt a dimenziót, illetve megmutatom, hogy hogy kell megépíteni ezt a dimenzió portát. Szóval mindenféleképpen ta tartsatok velem, és ott ne nektek is tetszik, vagy várjátok ezt a dimenzió építést, akkor már most nyomjatok egy lájkot, ért iratkozzatok fel. Mondtam is, hogy mit kell csinálni. Szereztek pár virágot, mindegy, hogy milyen fajtát, itt most láttok párat, itt szépen kűtök. pontosan nem tudom, hogy mennyi kell, majd megnézem én is, de minimum ilyen tizen valahány darabra azért szükség lesz. Még nem tudom, még azokat a sárgákat és ott szépen kiütöm. ahogy látjátok, van nálam egy gyémánt. Ez a gyémánt az, majd kell lenni fog, szóval ö, azt ajánlom, hogy a túlélőben vagytok, akkor szerezetek egyet, ha pedig nem akkor kreatívva ö, Uh, vegyetek ki egyet, de fontos, hogy utána menjetek vissza a Survivorbe, ugyanis csak így fog működni. Ezután szerezetek vödröt, vagy keresetek ilyen tavat, amilyet én találtam most, és szedjetek ki pár darab uh, földblokkot, amire szükségünk lesz. Uh, nem kell füves földblokkot, elég az ilyen sima fajta, így né. Ezt így nagyjából ennyi, szerintem elég is lesz. Kiválasztok egy részt, négy darab uh, víz, vizes blokk kell, ez így kb. így ennyi elég is. És most jön a lényeg, körülötte kiütitek szépen a füvet, így nyilv, én csinálom, és lerakjátok a virágokat. Nem muszáj ilyen rendezett a én, de én most így szépen meg fogom csinálni, mert hát miért is ne. Így, négy, csak és szépen, lazántosan, és beledobják, a gyémántot. Ennyi. Aztán rájöttök, hogy igazából lement a fél hp és ez hogy rohadtul nem érte meg, és hogy nagyon éheztek, szóval kell kaját szerezni, átmentek a dimenzióba. Pont ahogy én csinálom. <laughs> szóval igen, srácok, szerintem szóval még szerzek egy kis kaját indulás előtt, remélem nem haragudtok meg érte. Ú, illetve, hogyha elég tetszik nektek a videó, és ti szeretnétek megépíteni ezt a portárt, akkor csapassatok, mondom, egy lájkot, itt fel, és írjátok le, hogy úgy úgymond ebbe a null dimenzióban, ugye ez nullnak a dimenziója, akkor nullt ugye majd meg kell ölnünk szombat 9 óra akkor élő adásba, ami azt hiszem nektek holnap lesz, ha jól tudom. Szóval azt jelenti mindenkek, hogy jöjjön el holnap 9 órakor az élő adásba, úgyis majd ott közös erővel legyőzzük nocsot. Szóval jó ja, ez elég fontos lenne. Illetve most még így kezdésnek, szerintem szerzek pár darab követ, nem tudom, hogy itt van-e valahol esetleg, vagy csak izé van? Igen, nem. De, jó, azt mondom, hogy itt van kő, de sajnos nincs, talán itt, igen, itt van, Úúú, ez az, de jó, de jó, de jó. kettő darab kell, csak kettő darab, szépen elveszek kettő darabot, így, né, Illetve, ajbuta buta vagyok, elfelejtettem, hogy kell a kemencéhez is, szóval még azaz is, kiütök pár darabot, De amúgy most uh, mindjárt, mindjárt menjünk át a dimenzióba, szóval nem kell sokat várnatok, Nagyon-nagyon érdekel, hogy mi lesz abban a dimenzióban, srácok, remélem titeket is, szóval tartsatok velem mindenféleképpen, muszáj! itt átmenni. Jó, oké, sikerült, tehát ez elég bonyolult volt, de megcsináltuk. Ö, hol varaktuk a crafting table-t? Itt van, jó, van, nagyszerű. Ö, ezt is szépen be is craftoljuk. csinálunk gyorsan egy kemencét, így ígyni, illetve egy kardot. Ö, ez igazából csak majd egy pár db húsikát itt szerzünk, ráadásul egy formát, hogy ne kelljen sokáig sütni mondjuk a malacot. Így szépen le kell kaszabolni, szépen lassan. Ö, ennyi szerintem elég lesz az útra. És aztán be is megyünk szépen a dimenzió kapuba, amire Szerintem mindenki várt. Szóval igen srácok, ez gyorsan kiütöm, készüljünk fel. Nem eszik, akkor mégis csak megvárom. Ö, jó, oké, ez brutális lesz. Én már nagyon izgulok srácok, remélem ti is. Oké, készen álltok srácok? Jó, figyeljetek. Három, kettő, egy. Menjünk át, szépen menjünk át. Látjátok, egy másik ö, ilyen képet be is dob nekünk, és mondja, hogy várjuk meg a teleportációt. És kis lagok közepette, de át is értünk. És ott már vannak is állatok. Öm, nem tudom, hogy milyen állatokat találhatunk itt, mivel még mondom, nem értem ebbe a dimenzióba, csak én betekintő módon. Ezek... Kérlek szépen... mi mi? Ott egy kis madár! Nézzétek, srácok! Sziasztok! Jó, hogy egyen meg a szívüket! Jó, ezeket nincs... Tudom, hogy adnának hús, vagy lehet, hogy adnának hús, de akkor inkább ezeket ölöm meg. Tudja, nem te... Ta... Aha, értem, öm, ezek ilyen repülőbárányok, vágom öm, nem tudom, őket megütni, mert repülnek, vágod? Na azért. Ú, itt hogy eléggé laggol minden, meg itt re repülnek a bárányok, meg nem tudom. Ezt így gyorsan azért megölöm, így, né. Nem tudom, hogy... Ú, vas. Nem tudom, hogyha már vas itt van, akkor én lehet, hogy azért elvinnék egy darabot, remélem nem haragudtok meg, érte? Ör, kíváncsi vagyok utána viszont, hogy mit találunk még itt? Itt nagyon csicseregnek a madarak, itt minden nagyon boldognak tűnik. Illetve itt van... Ez mi? Ez micsoda? Ör, itt egy bogár. Ez egy, ez egy, uh, ú, hogy hívják azt magyarul, azt a bogarat, ami világít nem tudom, most nem úgy volna, de eszembe, de szerintem ti tudjátok, hogy mire gondolok a... Jaj, srácok, mondjátok ki helyettem is, hogyha tudjátok, Szent János Bogár, igen, az, az, ez, az szóval, na, ez egy Szent János Bogár, ami igazából nem is olyan rossz, mert, hát, lehet, hogy majd világítani tudunk vele, és addig kiszedem ezeket a vasakat, amúgy érdekes, hogy a rendes dimonzióban soha nem találunk vasat, itt meg rögtön idejünk, is már van is, szóval az elég gyanús, na, mindegy, Öm... Utána pedig körülnézünk. Vég körül kell néznünk, mert nagyon érdekel, hogy mit fogunk találni. Azért szedem ki még a szenet itten, hogy esetleg ö, majd világítani tudjunk vele. Értitek, hogy, hogy ja, világítsunk, meg mit tudom én. Szóval gyorsan csinálok akkor egy vaskardot. Így né, és addig körülnézek szerintem, hogy itt mit találunk. Ö, nagyon nem látok igazából semmit. Itt egy új madár. Ez nem annyira szép madár, ezt üssük meg. Hát ez jó volt, nem volt itt semmi. Uh, itt vannak nyuszik, ilyen cuki fajták. És ja, hát erre az irányba nem látok semmit, akkor majd menjünk át a másik irányba, vagy másik irányra fele. Ö, eddig nincs itt sok minden, mondjuk itt van pár farkas, ez ilyen elég békés területnek tűnik, nem tudom, hogy miért ez null dimenziója. Lehet, hogy majd lesznek benne érdekesebb dolgok is. Mondjuk ez a kos, ez elég furcsán néz ki, na mindegy. Ez gyorsan addig szépen kraftoljuk át egy jó kis kardá, legalább van már egy jó kis ö, vaskardunk, aminek örülni tudunk, srácok. Ez gyorsan közben kiütjük, magunkkal visszük, hogy hátra majd valamihez ez jó lesz, és Igazából nézzünk itt jobban körül. Érdekel, hogy itt mit tudunk találni. Öm, majd meglátjuk mindenféleképpen, esetleg valami nagy szörnyet, vagy nem tudom, valamit találunk. Ezt, ha nem vettem észre eddig, srácok, már nem azért mondom, de. de. de itt volt egy két centire, és nem vettem észre, hogy itt egy hatalmas kastély szó szerint mellettünk. Öm, oké, adom, adom, adom. Hát ö, nem tudom, itt egy brutális kastély, de. Srácok, ez nagyon brutális. Mi ez a kastély, ezt nem hiszem el. Ez nagyon durva, és itt valami rádió is. Srácok, ez micsoda? Ez mi? Uh, Oké. Okay. Jó, hát um, igen, ez nem rossz amúgy, nem tudom mi ez, de nem rossz. Nem rossz, csak mindjárt hány ingert kapok annyira sok, inkább be... nem tudod, hogy ezt lállítani, vagy bemegyek a várba az úgy... Hogy... A! Oh. Mi? Visszaépül a kastély! Srácok, nem tudok bemenni, mert visszaépül! Ó, oh, ó, oh, Ezek mik? Ez mi? Uh, ez valami kosti ürző, szóval ide akkor nem, nem, nagyon, nem nagyon lehet szerintem bemenni, ha jól gondolom. Hát majd azért majd egyszer be kell törnünk, hogyha be akarunk oda menni. Uh, itt még valami palaszkok vannak. Hello. Hello, uh, itt egy madár. Egy mókus. Uh, de gyorsak vagyok, de aranyosak jó, ezeket nem merem megütni, pedig biztos adnának jó húsit. Uh, szia, Enderman. Sziasztok, Rain szarvasok, hellóztok. jó, oké, hát itt van jó pár állat, gomba is van. És ott van még egy kastélyban ahol be lehet menni. Én be akarok oda menni, srácok. Valahogy biztos belát, ha valaki tudja, hogy hogy, akkor azt írja már légy szíves. Ö, nem tudom, hogy esetleg. ha ezt is védi valami szar. Hát akkor nem, nem lehet ide bemenni, srácok, pedig be akartam. Ott még viszont van valami érdekes, ha jól látom. Ebbe, ebbe én valami érzem, hogy van. Esküszöm, hogy érzem, hogy valami van a fákba. De tényleg. Ha üregesek, de miért? Ö, jó, gondoltam, hogy akkor ez. Jó, srácok, hát nem tudom, van egy fal, amiben így be lehet menni. Nem tudom, hogy ez jó-e nekünk valamire. Most azt pedig mondja a játék, hogy itt nincs semmi. Én megölöm magam. Esküszöm, de tényleg, valaminek csak lennie kell itt. Esküszöm, fel kell mennem valahogy. Ah, ja, de vagy fel fogok menni, higgyetek el, vagy felmegyünk, ezt gyorsan kiütjük. Figyeljétek meg, felmegyünk, és körülnézünk, hogy ott, itt van-e valami. Ö, valami fölösleges blokkunk esetleg van, jó, van pár fánk, ez jó lesz nekünk. Így, né, szépen felmegyünk a fa tetejére, még egy kicsit fentebb, még egy kicsit. Úristen, ez mi ez a helyes rácok, ez nagyon durva. Szétadom ezt lehet, hát ha innen, föntről. Pont rajta vajon be, vajon tudok menni? Nem, nem tudok, ez valamiért nagyon nem az én napom. Na jó, minden srácok, ha szeretitek, hogy majd jobban körülnézzünk ebben a dimenzióba élő adásban, akkor holnap gyertek el, mindenféleképpen játszatok a Mindsize szerverén, csatlakozzatok az xp én XP voltam, sziasztok!